A sózás az egyik legrégebbi tartósítási eljárás. Elsősorban szalonnák tartósítása során alkalmazzák a konyhasó felhasználásával történő sózási módot. A formázott szalonnák sózásához finomra darált konyhasót alkalmazunk. A szalonna egész felületét sóval erőteljesen bedörzsöljük. A besózott szalonna darabokat sóval behintett rozsdamentes pácolókádakba helyezzük. A szalonna darabok szorosan egymás mellett egymáson helyezkednek el. Az egyes sorok lerakása után a szalonnákat sóval behintjük, így felületük kisebb mértékben érintkezik a levegővel. A levegő kizárása technológiai szempontból fontos, mert a levegőben levő oxigén molekulák a termék idő előtti avasodását okozhatják. A szalonna száraz sózása és az alacsony hőmérsékleten történő tárolás védettséget ad a mikroorganizmusok okozta romlások ellen, de nem véd a tisztán kémiai jellegű avasodás ellen, amit a levegő oxigénje mellett a fémionok és a fény segít elő. Az egyszer felhasznált konyhasót a sótűrő mikroorganizmusok jelenléte miatt újra felhasználni tilos. A sózott termékcsoport előállításánál a sózáson kívül más tartósítási műveletet nem alkalmaznak. A sózott hátaszalonna 20-25 cm széles, 3-7 cm magas, formázott hátaszalonnából készül. A sózott teaszalonna 3-6 cm magas, 3-6 cm széles, 30-40 cm hosszú, hasáb alakra formázott hátaszalonnából készül. Vágás felülete krémfehér vagy enyhén rózsaszínes. A sózott szalonnák minőség megőrzési ideje hűvös helyen tárolva általában 30-60 nap. A szalonnákat hagyományos sózás után szikkasztjuk, majd 20 Celsius fokos hideg füst alkalmazásával megfüstöljük. A kenyérszalonna 8-10 cm széles, 20-30 cm hosszú, másfél 5 cm magas hátaszalonnából formázott termék. Vágás felülete fehér, íze enyhén sós, füstölt. A csemege szalonna 3-8 cm magas, 8-10 cm széles, 20-30 cm hosszú, hasáb alakúra formázott hátaszalonna. Vágás felülete fehér, íze sós, füstölt. A sózott füstölt termékek minőség megőrzési ideje száraz, hűvös helyen általában 60-90 nap.